Petőfi Sándor, a vén tartó. Fut Bécs felé, jellacsics a gyáva. Seregének seregünk nyomába. Megrémülve fut a magyar hattól. Magyar hadban egy vén tartó. Ki az a vén tartó ottan olyan tüzes lelki állapotban? Szemem rajta kevélyen merengel, én apám az az öreg ember. Az én apám-e vén tartó. Vészben a hon. Elhatott a nagy szó, elhatott kórágyhoz fülébe, s helyett zászlót vett kezébe. Vállait egy kénos élet gondja, betegség és 58 évnyomja, nyomja. És feledve minden baját, búját, ifjak közé hadibajtásul állt s kit eddig az asztaltól az ágyba alig-alig bírt elvinni lába, ellenséget űz mostan serényen, ifjúsága régi erejében. Mi vitte őt háború zajába? Hiszen neki nincsen gazdagsága, amit féltene, mit védnie kéne, hogy ne jusson ellenség kezére. Annyi földet sem mondhat övének, melyben egykor koporsója fér meg. S mégis, mégis viszi lobogóját azok előtt, kik a hazát óják. Épp ezért ment mert semmivel sem bír. Küzd a gazdag, de nem a hazáért. Védi az a maga gazdagságát, csak a szegény szereti hazáját. Édesapám, én voltam tenéked ekkoráig a te büszkeséged. Fordult a sor, megfordult végképpen. Te vagy mostan az én büszkeségem. Érdemes vagy a cserkaszorúra. Alig várom, hogy lássalak újra, s megcsókoljam örömtől reszketve kezedet, mely a szent zászlót vitte. És ha többé nem látnálak téged? Látni fogom fényes dicsőséged. Könnyem leszen sírodnak harmatja, s híred a nap, mely azt felszárítja.